Világszerte nagyjából 500 millió kutyát tartanak háziállatként, úgyhogy a kutyás termékeknek óriási piaca van. Sok esetben még olyan kutyás cuccok is népszerűvé tudnak válni, amiket első látásra lehet, hogy egyszerűen csak kiröhögnie. Rani Di Lullo például dollármilliókat hozott össze kutyáknak szánt napszemüvegekből. Kedvenceink nagy örömére. Akkor Ferikém, neked egy korsó világos, annyinak meg odrom egy piakoláda, amúgy bekapatjátok. A Dagus.com történetéről már meséltem egy 2014-es videómban, és egyébként Di Lullo üzlete azóta is nagyon jól pörög. 7 év telt el, de úgy láttam, hogy Magyarországon továbbra sincs nagy kereslet ezekre a napszemüvegekre, mert a kutya napszemüveg eladó kifejezésre már az első oldalon van egy ilyen, hogy keverő önteltség, kormányozható kutya napszemüveg eladó. Ja, köszi Google, pont ezt kerestem. Az olasz Bruno Anselmo úgy határozott, hogy egy crowdfunding kampány keretein belül ő is megpróbál betörni erre a piacra. Bruno ugyanis felismerte, hogy mire lenne igazán nagy szüksége a mai kutyáknak. Imagine that your dog can be completely free from physical constraint. Imagine if through a device was able to surf the web. Let me introduce Dogeasy. Kutyák milliói ugattak fel most örömükben, ugyanis megérkezett a kutya könnyű, az első közösségi oldal kutyáknak. Dogeasy is made of two parts, the social network for dogs and the device to allow the dog to surf the web. Bizony, nem pusztán egy weboldalról van szó, hanem egy hozzátartozó kutyaegérről is, ami szerintem sokkal inkább egy billentyűzet és kísértetésen hasonlít valamiféle csokoládés desszertre. Vagy nem is tudom. A robot barát. Downloading the app for Chrome and connecting the device, your pneumatic mouse for dog will be activated, and your dog will be able to surf the internet. Jó, tehát a baloldali pudingkupolát nyomkodva a kutyánk böngészhet a többi online kutya között, a jobboldali pudingkupolával pedig videóhívást tud kezdeményezni. Elképzelem, hogy valaki megveszi ezt az eszközt 36 ezer forintos áron, hónapokon keresztül próbálkozik megtanítani a kutyáját az internet használatra, aztán egyszer csak megtörténik a csoda. A pillanat, amire oly régóta várt. A kutyája képes volt egy hívást indítani Skype-on, de jó ég, és egy a világ másik pontján lévő kutya pedig mindjárt fogadja a hívást és... Valóban megérte 80 millió forintból kifejleszteni ezt az egészet. Szóval ez egy ilyen Facebook Tinder hibrid kutyák számára. I did this crowdfund basically for two reasons. Provide the dog a device for surfing the web. The second is creating an online community of dogs with free will. Mi emberek annyira jól fel tudjuk mérni a kutyák igényeit. Hát mégis mi mást akarhatnának, mint biciklizni, autót vezetni, sakkozni, hotdogot árulni. Ez egy nagyon jól fizető maszek munka. Karácsonyig összegyűjtök annyi pénzt, hogy beszállhatok az internetbe. A weboldal első nagy tesztje 2014. április 20-án volt, és olyannyira jól sikerült, hogy a mai napig nincsen róla semmi info. Aj, szegény kis bulterier. Pedig neki azt mondták, hogy ő egy különleges kutya lesz, és a nevét majd Lajka mellett fogják emlegetni. Ehelyett meg... Bruno viszont nem adta fel. Tippeljetek, szerintetek mennyi pénzt tudott összeszedni a célnak kitűzött 80 millió forintból? 1 eurót! Szóval úgy nagyjából 360 forintot. Gondolom azt sem hozta meg az emberek adakozó kedvét, hogy a kampánya oldalának alján ez a szöveg olvasható. Figyelem, egyáltalán nem vállalunk felelősséget a kutyák interneten történő böngészésének esetleges következményeiért. Beleértve, ha a kutya a netezés hatására tárgyakat tör össze, szorongani kezd, félelem uralkodik el rajta, pszichés zavarai lesznek, öngyilkosságot kísérel meg, vagy rátámad a gazdájára. A Dogeasy használatakor a felelősség teljes mértékben a gazdát terheli. Legyen elővigyázatos, ha a gyerekei is vannak. Eddig ment itt a cukiskodás, most meg itt van ez. Hát ez olyan, mint hogyha... kérsz egy gumimacit? Igen, köszi. Na ide figyelj, azt ugye tudod, hogy nem vállalok felelősséget azért, hogy ez a gumimaci a torkodon akad és megfulladsz, aztán a lányodnak pedig apa nélkül kell felnőnie úgy, hogy soha nem tudja kieverni, hogy elveszített téged, aminek hatására elkallódik és a lecsúszott barátainak köszönhetően 17 éves korára egyetlen öröme egy pár milliliter zacskóba öntött higító lesz, amíg kívül senki és semmi más nem fogja őrizni az álmát a koszos, büdös aluljáró kövén fetregve. Ja, persze vágom. Oksa. Hát, azt nem tudom, hogy Bruno hány prototípus gyárthatott le, de nem szeretném, ha akár egy is kárba veszne. Esetleg lehetne belőlük ilyen sávelválasztó, vagy egy kis átrakítással lehetne belőlük férfiaknak szánt billentyűzet. Ja, mégis mitől van ennyire jó kedved? Ja, hát csak az van, hogy meg vagyok csúszva a szakdogámmal, és ma ilyen egész végig azt kell írnom. Ez dob fel ennyire? Hát igen. Na gyerünk!